sajtótájékoztatóra, amelynek keretein belül az európai parlamenti választási kampányról szeretnék pár mondatot mondani, azt követően egy nyilvános fölhívást szeretnék tenni, és természetesen amennyiben vannak érdeklődő kérdések, akkor állok rendelkezésre. Mint köztudomású, az Európai Parlamentnek lejár az 5 éves mandátuma, és Áder János köztársasági elnök úr május 26-ára írta ki a magyarországi európai parlamenti választásokat. Emlékeztetni szeretném a közvéleményt, hogy az Európai Unió ajánlását foganatosítva a Magyarországgyűlés módosította a választási törvényt, lehetőséget teremtve arra, hogy azok a magyar állampolgárok, akik kettős állampolgárok és nem uniós tagország területén élnek, azok ugyanúgy most először részt tudnak venni az európai parlamenti választáson, amennyiben regisztrációval jelzik az ebbéli szándékukat. Mint az úgy szintén köztudomású, elég sokan éltek ezzel a lehetőséggel, úgyhogy azt tudom mondani az igazság mezein maradva, hogy több mint 50 ezer olyan vajdasági magyar kettős állampolgár van, aki jelezte ebbéli szándékát. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben természetes és magától értetődő, hogy abban kell segíteni az embereket, hogy élni tudjanak szavazati jogukkal, föl kell hívni a figyelmet erre a lehetőségre, mozgósítani kell az embereket, és mindenkit megmozgatva eleget tenni a vállalt, közösen vállalt polgári kötelezettségnek. Ez európai parlamenti választás meggyőződésünk szerint talán a legfontosabb az utóbbi évtizedekben szervezett európai parlamenti választásokat figyelembe véve. Ez látszik, hogyha az ember követi az európai politikai térben zajló csatározásokat, visszapörgetve a filmet 5 évre vagy 10 évre, ilyen jellegű súlya, politikai súlya, ilyen politikai fölhajtó ereje az 5 vagy 10 évvel ezelőtti európai parlamenti választásnak nem volt. Ez többek között azzal magyarázható, hogy egy olyan időszakot élünk, amikor az Európai Unió, az európai kontinens egy átalakulásnak a kellős közepén van. Rengeteg olyan fontos politikai kérdés rázza meg, amikkel kapcsolatban a politika szereplői megfogalmazzák a szándékaikat, elképzeléseiket, és ezeknek a szándékoknak, ezeknek az elképzeléseknek a csatamezejévé vált gyakorlatilag ez a választási kampány is, ami úgy gondolom, hogy teljesen természetes és normális. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Parlamentben egy erőteljes, tekintélyes, erős magyar érdekképviselet legyen. Egy olyan érdekképviselet, amelyiknek a gerincét, a túlnyomó politikai erejét a nemzetileg elkötelezett politikai erők képviseljék. Van ennek a választásnak, azt gondolom, nekünk, szerbiai polgárként egy másik fontossági momentuma, ugyanis, mint köztudomású, igaz, hogy nagyon-nagyon csigaléptekben vagy csigagyorsasággal, de folyamatban van Szerbia uniós csatlakozása. Az a reményünk, abban reménykedünk, azt gondolom mindannyian, hogy az európai parlamenti választásokat követően a megalakuló Európai Bizottság egy sokkal ambiciózusabb, sokkal merészebb bővítési politikát fog meghirdetni, amelyik
azt teszi majd lehetővé, hogy ezen a mostani állapoton túl tudjunk lépni, és hogy valóban ez a csatlakozási folyamat fölgyorsuljon. A mostani állapot pedig egy folyamatos előszobában való várakoztatásra hasonlít. Egyértelmű, hogy mindazok a problémák miatt, amiről mindannyian tudunk, amik megrázzák az Európai Uniót, az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak az elmúlt 5 évben nem volt egy határozott bővítési szándéka és bővítési ambíciója. Ezt, ahogy az nagyon gyakran szokott lenni, nyilvánosan egyértelműen nem vallották be, hanem mondva csinált, vagy valós okokra rámutatva, azokat túlihegve, túlforszírozva mindig megteremtődött a lehetősége annak, hogy ez a csatlakozási folyamat haladjon, de olyan mértékben és olyan lassúsággal, ami hát valahol a haladás és az egyben toporgás határát súrolta, illetve ebben az állapotban volt. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek is azt bizonyították, és meggyőződésem, hogy ez az elkövetkező időben is így fog lenni, hogy Szerbia uniós csatlakozásának az egyik legnagyobb szószólója Magyarország volt. Fidesz-KDNP által vezetett magyar kormány. Ilyen szempontból is azt gondolom, hogy fontos, hogy ennek a politikának egy jelentős befolyása legyen az európai politikai szintéren, illetve a bizottság munkájában. Ahogy lenni szokott, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége, illetve tanácsa döntést hozott a Vajdasági Magyar Szövetség részvételéről ebben az európai parlamenti választási kampányban. Ennek a kampánynak az egyik alapvető célja és szándéka az a mozgósítás, hogy eljutva akihez csak lehet, meggyőzzük az embereket arról, hogy éljenek a választás adta lehetőséggel, ha már jelezték, hogy ezt kívánják. Ugyanakkor az se titok, hogy mi arra fogjuk az embereket buzdítani, arra fogjuk őket biztatni, hogy akkor, amikor a szavazatukat leadják, akkor a Fidesz-KDNP által jelzett, fémjelzett lista előtti körbe rakják az X-et. A kampányban el fogjuk mondani azt a rengeteg okot is, ami miatt ez a meggyőződésünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy az, amit mi sugallunk majd, az egybeesik azzal az alapvető állásponttal, ami az emberek fejében, az emberek lelkében van kampánytól függetlenül. A kampánnyal kapcsolatban csak pár rövid információt szeretnék önökkel megosztani. Ez egy klasszikus választási kampány lesz, olyasmi, ami azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség elmúlt több mint 10 évében egyfajta standardként kialakult. Mindazok az elemek benne lesznek ebben a kampányban, amiket alkalmazni szoktunk. Most mindről nem szeretnénk beszélni, csak egyről, kettőről. Rengeteg lakossági fórumot, közösségi találkozót, sajtóbeszélgetést, tematikus előadást és kerekasztalt szervezünk, illetve tervezünk. Ezeken politikusok fognak részt venni, szakértők fognak részt venni, közéleti szereplők fognak részt venni, illetve intézményi képviselők, intézményi vezetők. Ami a politikusokat illeti, természetesen nem csak a Vajdasági Magyar Szövetség politikusaira gondolok itt, hanem azt gondolom, hogy elég nagy számban fognak itt megjelenni jelöltek is, akik részt fognak venni a kampányban, illetve magyarországi politikusok is, elsősorban Fidesz-KDNP politikusok. Szeretném aláhúzni és elmondani, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy a kampány az gyakorlatilag április 8-ával kezdődik, és május 23-áig tart.
de van három időszak, amikor semmiféle kampányeseményt nem tervezünk, és nem fogunk bonyolítani, ez a két húsvét ideje, illetve a május elsői ünnep. Mert azt gondoljuk, hogy az ünnepben nyugodtan kell hagyni az embereket, hogy ünnepeljenek, és nem kell őket kampánnyal terhelni. Az egyéb rendelkezésre álló idő egészen biztos elegendő lesz arra, hogy ezt a feladatot el tudjuk látni. Pár mondatot szeretnék mondani a lakossági fórumok, közösségi találkozók, illetve beszélgetések tematikájáról. Három témát fogalmaztunk meg, és mind a három témán belül van három-három altéma. Ezek azt gondolom, hogy olyan témák, amik részei az európai politikai közbeszédnek, részei a magyar politikai közbeszédnek, és részei a mi gondolkodásunknak, illetve a mi politikai vitáinknak is. Az első csoportot, vagy az első blokkot, az első témát úgy fogalmaztuk meg, Európa és a nemzetek. Ezen belül pedig van három altéma, vagy három külön téma. Az egyik a multikulturalizmus csődje, miért fontos az erős nemzet. A másik Kárpát-medence, meccéspont vagy találkozási hely. A harmadik magyar nemzet, politika, kötőjel, 100 év magány után. Ez képezi az első blokkot, az első tematikát. A második tematika az a család, a kisebbség, illetve az identitás kérdése. Ezen belül úgy szintén három téma van. A család, bizalom és biztonság. Miért akarják szétszúzni? Második, a kisebbség fogalma, őshonosok küzdelme Európában. Harmadik téma, történelem tanítás kontra történelem tagadás. A harmadik témakör az a gazdasághoz kapcsolódik, azt a főcímet adtuk neki, gazdaság a számok és tapasztalatok tükrében. Ezen belül is három altémát fogalmaztunk meg. Itthon, teremtőben, otthon teremtőben. Második téma, mit kínál a magyar nemzet? Harmadik téma pedig gazdaságfejlesztés, mint a nemzeti megmaradás európai lehetősége. Ezek volnának azok a témák, amiket a különböző lakossági találkozókon, különböző kerekasztalbeszélgetéseken, sajtóbeszélgetéseken szeretnénk kibontani ezzel kapcsolatban, nem csak a saját álláspontunkat elmondva, hanem meghallgatva a hallgatóság álláspontjait is. A kampánynak egészen biztos a legfontosabb eleme az a szavazás. Mint ahogy az közismert és köztudott, ez a szavazás ugyanúgy fog lebonyolódni, mint a parlamenti szavazások általában, tehát levélszavazat útján. A levélszavazatok a dolgok mostani állása szerint valamikor május 10-e magasságában fognak megérkezni, ami azt jelenti, hogy aránylag kevés idő marad arra, hogy a levélszavazatok eljussanak a főkonzulátusra, illetve a választási irodához. Én azt remélem, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szerb postán létező, folyamatosan létező nehézségek azok ne akadályozzák azt, hogy amilyen gyorsan csak lehet a levelek biztonságban odaérjenek a szavazópolgárokhoz. Azt is szeretném elmondani, hogy ahogy az előző szavazásokkor, most is segíteni szeretnénk az embereknek abban, hogy szavazni tudjanak, illetve hogy a leadott szavazatuk időben oda kerüljön, hogy érvényes legyen. Ez azt jelenti, hogy aktivisták fogják járni az utcákat, abba továbbra se kívánunk belebocsátkozni, hogy ki kire kíván szavazni. De abba igenis segíteni szeretnénk, és segíteni fogunk az embereknek, hogy azt az identifikációs ívet, amit ki kell tölteni ahhoz, hogy a szavazat érvényes legyen, azt pontosan töltsék ki, hogy minimumra vegyük le az érvénytelen szavazatoknak a számát. Ugyanis, mint ahogy köztudott,
amennyiben a szavazó polgár hibát vét ennek az ívnek a kitöltésében, akkor a szavazata érvénytelenné válik. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak, magának a szavazó polgárnak is az érdeke, azért szavaz, mert azt szeretné, hogyha az ő szava beleszámítódna a végeredménybe. Ezért azt gondolom, hogy teljesen normális, hogy ezt a segítséget megadjuk, különösen abban az esetben, hogyha idősebb polgárokról van szó, kevésbé jártas polgárokról van szó, és ilyenből, mint ahogy tudjuk, nem kevés van. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatásokat természetszerűleg időben meg fogjuk tenni, és azt szeretném önöktől is kérni, mint a sajtóképviselőitől, hogy legyenek ebben segítségünkre. Nem nekünk, mint Vajdasági Magyar Szövetségnek, hanem a polgároknak. Abba reménykedünk, hogy egy sikeres kampányt fogunk bonyolítani, egy olyan kampányt, amelyik maximalizálni fogja a leadott szavazatoknak a számát. Azt mondtam, hogy a kampányról szeretnék beszélni, illetve egy nyilvános fölhívást szeretnék tenni. Most értünk el odáig, hogy ezt a nyilvános fölhívást megtegyem. Ezzel kapcsolatban talán bevezető gondolatként pár dolgot el kell mondani. Most is, mint ahogy az ember emlékezet óta van, megosztottak vagyunk különböző ügyek megítélésében. Ez a megosztottság, ez egybejár egy közösség életével, azzal, hogy a megosztottságnak a mélysége az változó kategória, a különbözőség kifejezésének a módja is egy változó kategória, valamikor az ilyen módon történik meg, valamikor olyan módon történik meg. Viszont azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések és vannak olyan pillanatok, amikor közösen meg kell próbálnunk túllépni ezeken a különbségeken. Vannak olyan időszakok, amikor ezeket a különbségeket talán félre lehet és félre kell tenni. És amikor majd az időszak elmúlik, akkor vissza lehet térni, amennyiben a szereplők úgy gondolják. Én azt gondolom, mi azt gondoljuk, hogy ez most egy olyan pillanat, amikor a különbséget félre kell rakni. Ezért egy nyilvános fölhívást szeretnék tenni, és azt szeretném kérni mindenkitől, aki számára fontos a nemzetügye, aki számára fontos a magyar közösségügye, hogy csatlakozzon. Ma délben meg fogjuk hirdetni, illetve meg fog jelenni az elektronikus felület, amelyik végig fogja kísérni ezt a kampányt. Ez egy honlap fog lenni, az a címe neki, hogy mindannyian.röse. Ennek lesz egy Facebook oldala is. Ezen az oldalon lehet végig kísérni a kampányt, itt lehet látni a különböző tervezett eseményeket, illetve az eseményekről való beszámolókat. Itt lesz lehetőség arra, hogy meg lehessen tekinteni a jelöltlistát, illetve a választási programot, a Fidesz-KDNP-nek a jelöltlistát, amelyiken befutó helyen a Deli Andor is ott van, illetve azt a választási programot, aminek a meghirdetése és ismertetése ma délután 3 órakor fog megtörténni a Fidesz elnöke részéről Budapesten. És ennek a honlapnak lesz egy következő eleme is, amelyik a csatlakozást teszi lehetővé. Nyilvánosan szeretném fölkérni az intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, egyházi szervezeteket, vállalkozókat és vállalkozásokat, egyéneket, közéleti szereplőket és egyszerű polgárokat, hogy egy egyszerű mozdulattal csatlakozzanak ehhez a mozgósító kampányhoz.
Az, hogy ki kire fog szavazni, az mindenkinek a magán ügye. De az, hogy erőteljesen buzdítsuk mindannyian a közösség tagjait, hogy ebben a választásban vegyenek részt, az azt gondolom, hogy közös ügy. Önöket is szeretném megkérni egyénileg, hogy csatlakozzanak. Még azt is szeretném kérni, hogy esetleg a saját intézményeiken belül ezzel kapcsolatban váltsanak szót. És arra is szeretnék önöket kérni, hogy segítsenek nekünk a kampányban, objektív módon tájékoztatva az elhangzottakról, a történésekről, hogy egy olyan hangulatot teremtsünk, ami megalapozza a magas választási részvételt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!